Az RX 5000-es széria kártyái egyre elérhetőbb áron szerepelnek a használt piacon, és ha bár már nagyon sokat megnéztem belőle, ez az egy típus valahogy kimaradt, mutatom is, hogy miért. Semmi bajom vele, egyszerűen csak nagyon ritkán fordul elő a használt piacon, ezért kerültem el eddig. Na de ennek vége, nézzük meg gyorsan, hogy mire elég ez a típus manapság, de mindezek előtt nézzük meg a videó támogató partnerét. A mai videót a Rejoy.hu támogatta, hogyha telefonvásárlás előtt állsz, és sokalod egy új telefonnak az árát, akkor érdemes rájuk nézned. Náluk kedvező áron tudsz okos telefonokat vásárolni, az újhoz képest akár 40%-kal olcsóbban. Minden telefon az értékesítés előtt 67 pontos ellenőrzésen megy át, és többfajta esztétikai állapot közül is választhatsz. 2 év garanciát vállalnak minden készülékre, és 30 napon belül élhetsz a visszaküldési jogoddal. Ha ez nem lenne elég, az oldalon extra garanciát, tokot, fóliát, töltőt is beszerezhetsz, jóformán mindent elintézhetsz egy helyen. Hogyha a régi telefon már nem kell, eladhatod a Rejoy-nak, és így csökkentheted végül is a befektetésed értékét. Köszönöm a Rejoy támogatását, linket találsz hozzájuk odalent, plusz a Kingstack 4000 kuponkoddal további 4000 forint kedvezményt kapsz a vásárlásodból. És most térjünk vissza a mai videóhoz. Maga a sorozat már sok-sok videóhoz nyújtott alapanyagot, és annak ellenére, hogy lassan már 5 éves szériáról beszélünk, még ma is nyugodt szívvel vásárolhatja az, aki egy büdzségépet szeretne összehozni. Csalódás biztos, hogy nem fogja élni, ha bár csak egy széria választja el a hardware-es ray tracing és a mesh shader-től, ez az első RDNA architektúrás család továbbra is egy korrekt szinten tudott maradni. Persze itt sem szerepel túl sok típus a palettába, hogyha az 5700 és 5600-os tengelyről lelépünk, ez a maradék kétfajta belépő típus hát nem túl gyakori. Sem az 5500, sem pedig az 5300. Ezen a szinten inkább az RX 500-as kártyákat vásárolta az ember, mivel azok elérhető áruak voltak, és még egy-két előnnyel is jártak, elég csak az emelt véram mennyiséget nézni. De hol foglal pontosan helyet az RX 5600? Kb. Nvidia Fronton GTX 1660 Super-rel van egy kategóriában, ami a VRAM-ot illeti, a mennyiség és a típus is teljesen megegyezik, igaz teraflopban ez egy kicsit többet tud, 6,4-et. Ez az erő kb. A Full HD felbontáshoz elég magas grafikai beállítások mellett, ha sztori alapú játékokat nézünk. Ha esport címekkel szeretnél játszani, feljebb lehet már menni a 1440p felbontásra, habár én inkább az előbbire fogok koncentrálni a mai videóban, de nézzük is a konkrét típusunkat. Ez egy brand GPU lesz, szigorúan véve minden videókártya egy adott brand kártyája, de én most a tipikus előre összeszerelt gépek GPU-jára gondolok, mert bizony ilyen is létezik. Ez egy Dell kivitel, amire nem is jön rá az ember max a visszafogott design alapján és a sima zöld PCB-ből. Odafent csak egy Radeon feliratunk van, ami sejtett egyfajta referencia modell mi voltott, de ennyi, egy végtelenül visszafogott megjelenést kapunk ezzel a sima fekete burkolattal és a pici ventilátorral. Hátlapunk nincsen, és csak egyetlen 8 tűs tápcsatlakozót találunk itt fent, egy pici vörös plusz szignóval. Az, hogy ez a kártya mennyire tud hűvös maradni, kíváncsian várom, de ha elnézem ezt a rendszert, hát annyira nem fogom bizakodva gépbe rakni és terhelni. Picit blower-szerű az egész felépítés, de még korán sem beszélhetünk egy olyan zárt rendszerről, mint mondjuk a referencia kártyáknál. Itt szabadon tud járni a levegő minden irányba, de a rögzítőlapnál akkor is hagytak egy sűrű lyuggatott részt a portok felett. De ha már a portokról beszélünk, nézzük meg ezeket is. 3 darab display találunk itt, és 1 darab HDMI csatlakozót, ez nagyjából a szokásos az ilyen közepes, magas kategóriás kártyáknál. Támogatva van a DirectX 12, a Vulkan technológia, és még a driver támogatottság is eléggé napra kész, igaz, itt egy picit elakad az ember. Konkrétan a sima RX 5600-hoz, az AMD oldalán én nem is találtam driver, csak az 5600 XT-hez, ami persze jó hozzá, és egész friss áprilisi kiadás is van fent az oldalon, viszont kicsit furcsa, hogy konkrétan ehhez a típushoz nincs driver. Ami még a furcsaságot okozza, az az, hogy például egy Furmar tesztnél RX 5700 szériába sorolta a kártyát, amit szintén nem éltek. Itt mintha valami zavar lenne az erőben, de se baj, sikerült feldriverezni, és a játékok is indulásra készen voltak. Gyorsan még a játékok előtt takarítsuk ki ezt a kis Dell modellt, nézzük meg a belső felépítését, ahogy nézem, ez még sose volt szétszedve. Kezdtem már egy visszatérő játékkal, az Assassin's Creed Mirage-t néztem meg, ahol Full HD felbontáson vagyunk, ultra grafikai beállításokon. Jól látszik, hogy a VRAM egy kicsit már a határaihoz közeledik, 5,8 GB-os kihasználtságunk van, ezért fentebb én nem is állítottam inkább a grafikát a legmagasabbra, mert oda ajánlott már inkább 8 vagy több gigabájtnyi VRAM-ot használni.
Ettől függetlenül a játék nagyon szépen néz ki, egyáltalán nincs erre panasz, az ember fel sem ismeri, hogy nem max grafikai beállításokon vagyunk, és a 60 FPS, amit tud hozni ezen a szinten, több mint játszható egérbillentyűzettel persze. Különösebb belaggolások itt ennél a játéknál nem voltak, eléggé sima a frame time végig, és a videókártya is persze egy 100% közeli kihasználtságnak körvent az idő nagy részében. Épp ezért a hőmérséklete beállt erre a 75-76 Celsius fokra, ami átlagot tekintve picit magasnak számít, de még a veszélyes kategóriában nem tartozik egyáltalán. A magórajel el van ezen az 1750 MHz-en kb, és a fogyasztása is beállt erre a 90 wattra maximum, olyan sokat nem fogyaszt ahhoz képest, hogy egy 8 tűs tápcsatlakozó kell neki. A processzor, ami meghajtja egy i5-10500, ez rendesen ki tudja használni, nem ritka az 50-60%-os kihasználtsága, tehát kell azért proci erő, főleg ezen a felbontáson és a magas FPS-en, de ez a 10. generációs Intel végül is helyt áll. A rendszer memória kihasználtság még a felét sem érte el az összesen 32 GB-nak, amivel megnéztem, úgyhogy ezzel se lesz problémátok, tartalék van még bőven, menjünk a következő játékra. Ez a Hogwarts Legacy volt, ahol persze Full HD felbontáson vagyok, magas grafikai beállításokon, még nem az ultrán vagyunk, az említett VRAM probléma miatt. Ahogy már megszokhattuk, sima frame time-unk egyáltalán nincs, a videókártya kihasználtsága is eléggé hullámzó, de nagy általánosságban több időt tölt a 80% fölött, mint alatt, úgyhogy ez jó hír. És ez az 50 közeli átlag FPS is végül is játszható egérbillentyűzettel, de itt-ott látni fogunk azért belaggolásokat, ami kicsit kiránt az élményből. Érdemesebb ilyenkor egy kicsit visszavenni a grafikai beállításokból és lekorlátozni mondjuk 60 FPS-re a max FPS számot, így egy sokkal stabilabb élményt kapunk, de azért én meg akartam nézni, hogyha a grafikát kimaxoljuk, a kártyát rendesen meghajtjuk, milyen FPS számot is tud hozni ennél a játéknál, és végül is élvezhető számaink vannak. Persze a 16 GB-os rendszermemória keretet átlépte azonnal, majdnem 19 GB kell neki, úgyhogy itt számoljatok 24-e vagy 32-vel minimum, ha ilyen beállításokon akarjátok élvezni ezt a Harry Potteres játékot. A VRAM kihasználtság eléggé a tetején van, ez nem is meglepő, és a processzor is sok időt tölt a 40-50%-os tartományban. A fogyasztás terén a videókártya fellépett egy elég durva 120 wattra a korábbi 80 wattról, a Hogwarts Legacy valamit művel vele, amit én még nem értek, és hőmérséklet terén is itt értem el a legmagasabbat, 77 Celsius fokon ment az RX 5600. Ha ezeken a beállításokon maradsz, kontrollerrel a kézbe egy általánosan normális felhasználó élményt fogsz kapni, viszont ha ennél többre vágysz, egér billentyűzettel akarsz játszani, akkor érdemesebb a fent említett grafikai visszavétel és az FPS korlát. A következő cím megint csak egy eléggé friss megjelenés, a Ghost of Tsushima-t néztem meg, ahol Full HD felbontáson vagyunk, magas grafikai beállításokon. A nagyon magast így sem léptem meg, mint a korábbi címeknél, de amellett, hogy a játék így is gyönyörűen fest, majdnem stabil 60 FPS-ünk van végig. Ha átlagot nézünk, ez inkább 57 FPS körül alakul, de az 50 alá nem igazán mentünk be egyszer sem. A videókártya köszönő szépen jól van, végig 100%-ban ki van használva, ugyanúgy megmaradt a 75 Celsius fokos hőmérsékleten és a kb. 105 wattos fogyasztáson, itt nincs olyan nagy meglepetés, ugyanazokat a számokat hozza, mint az előző címeknél. A proci kihasználtság itt meglepően alacsony, sok időt töltünk a 30-20%-os tartományban is, a Ghost of Tsushima nem egy proci éhes játék, ezt egyből láthatjuk, és a rendszermemória kihasználtság szintén nem olyan magas, így sem kell nagyon sok RAM-mal számolni, elég a 16 GB ennek a játéknak. A VRAM kihasználtság, ha bár nem ment a maximumra, 5,3 GB-ot azért kér, hogyha fentepúzzuk a grafikát, lehet még a 6 GB-os tartományon belül maradunk, de akkor a 40 FPS alá is be tudunk esni, így maradtam inkább ennél a visszahúzott beállításnál. A játék végig stabilan futott, probléma nem volt vele egyáltalán, nézzük meg az utolsó címet, a Forza Horizon 5-öt, ami már belekötött a VRAM-ba az igaz, ezért nem is extrém beállításokat használtam, csak simán ultrát, Full HD felbontáson vagyunk, és így is tud hozni egy egész korrekt 70-80 átlag FPS-t. Lévén, hogy ez egy autóversenyes cím, ez nagyon is jó érték, ezzel nem lesz problémánk, a videókártya persze végig 100%-on ki van pörgetve, 100 wattos fogyasztás, 72-73 Celsius-os hőmérséklet, szóval itt még egy picit visszább is mentünk, mint az előző játékoknál. Különösebb belaggalással az elején találkoztam egy hatalmas lag spike-kal a VRAM kihasználtság miatt. Igen, már az ultra beállításokon is kevés neki ez a 6 GB, de úgy vettem észre, hogy nagy általánosságban az idő nagy százalékában normálisan tud futni, ez nem okozott akkora problémát. A rendszermemória kihasználtsága olyasmi, mint az előző játéknál, csak 12-13 GB-ot kér maximum, egyáltalán nem vészes. A proci kihasználtság beállt erre az 50-55 százalékra, így sincs problémánk, mondjuk ez a játék alapból nem is szokott sok processzort fogyasztani, úgyhogy ezt egyáltalán nem kell túllőni, túlkalkulálni. Az RX 5600 végig pörgött 100%-on, és egy egész korrekt teljesítményt és grafikát rak az ember elé,
Forza Horizon 5-re több, mint jó. Azt vettem észre, hogy kicsit kakukk tojás ez a modell, szépen futtat minden, de valahogy, mintha a véram egy kicsit visszahúzná. Mintha az ereje több lenne, mint amit a memória részen alá terveztek. Sok játék kimaxolja a 6 GB-ot, de ennek ellenére gyönyörű FPS számokat kapunk tőle. Ez lesz majd a hátulütője a jövőben, a teljesítménye elég lesz, de a véram kicsit vissza fogja húzni majd pár év múlva. Ha pusztán ezt a Dell verziót nézem, ez a különösebb gondom nem volt. A hőfogok, az órajel, a fogyasztás mind rendben vannak, egy másik gyártó se tudna jobb vagy sokkal jobb lenni, ezzel nincs gond. Maximum a külsejébe tud belekötni az ember, de hogyha ez neked nem szempont, nyugodtan vásárolhatod. Úgy láttam Nvidia fronton is, vannak belőle szép számmal. De ez a teszt ennyi is lett volna. Az RX 5600, ha bár ritka, egyáltalán nem egy rossz választás. A rendszer memóriából elég neki 16 GB az esetek nagy részében, max a Hogwarts kérek kicsit többet, de nagy általánosságban az összes többi játék megelégedett ennyivel. Processzorból elég nála megmaradni ezen a harmadik generációs Ryzen szinten, vagy az Intel-féle 10. generációs tengelyen, amivel én is néztem a mai tesztben. Persze mindenféle kártyához köztük ehhez is találsz linket a leírásban, és a vadi új konzolos részleg is egyre jobban beindul, nézz szét azok között is. Egy belépő gamer PC részeként majd még pár évig nyugodtan elérdekel az RX 5600, ez a kártya meglepően sok oldalú még mindig.